Marton Melinda következik. Melinda története egészen gyerekkoráig nyúlik vissza. Fenékpusztától nem messze nőtt fel, és többször meglátogatta az egykor híres fenékménes fennmaradt épületeit. Ma már történész, akinek a kutatási területe az osztrák-magyar monarchia méneseinek története, Magyarország egyetlen lótenyésztés történet kutatónője, aki előadásában a régi idők nagyjainak filozófikus gondolatait idézi meg, és azt is megtudhatjuk, mit üzen nekünk ma az aranykor. Melinda. Szeretettel köszöntök mindenkit. A nevem Marton Melinda. Történész vagyok, lótenyésztés történetkutató. A kutatási témám a lótenyésztés aranykora 1869 és 1914 között. A legtöbbször, amikor így bemutatkozom, az emberek többsége meg szokott lepődni. Gondolom, most a sorok között is vannak jó páran, akik ezen meglepődtek. Hogyan jutottam el idáig? Évekkel ezelőtt történt egy meditáció során. Láttam magam, ahogy egy ódon kastélyban egy hófehér márvány lépcsőn haladok felfelé, és arra készülök, hogy megtegyem a következő három lépcsőfokot. A lábaim azonban, mintha kőből lettek volna. Hatalmas ólomsúly nehezedett rájuk. Minden tőlem telhetőt meg kellett tennem, hatalmas erőfeszítésembe került, hogy fellépjek az első lépcsőfokra. Nem sokkal később ismét egy lépcső előtt álltam, de immár a valóságban, a Festetics Kastély kutatókönyvtárába készültem, titkos ajtókon át egy régi lépcsőházban. Azért mentem, hogy megtaláljam a szakdolgozat témámat. De ennél sokkal többet találtam. Egy igaz ügyet. Miközben számos könyvritkaság megfordult a kezeim között, megismerkedtem a Festetics család és világhírű ménesük a fenéki ménes történetével. Ebben az időszakban az újkor magyar történelem bűvöletében éltem, és a szabadidőmben Széchenyi István és Veselényi Miklós munkáit olvastam. A könyvekből megértettem, hogy a lótenyésztés dualizmuskori sikereinek a hátterében a lótenyésztés felvirágoztatásának az ügye állt, amit akkoriban sokan a szívügyüknek tekintettek. Felismertem, hogy a fenéki ménes történetének legsikeresebb időszaka és a lótenyésztés aranykorának az időszaka egybeesik. A korábban megértett összefüggések ebben a pillanatban hirtelen értelmet nyertek. Elhatároztam, hogy a szakdolgozatomat a fenéki ménesről fogom írni. A szakdolgozatom egy merész vállalkozás volt, hiszen ilyen témában legtöbbször agrármérnökök, állatorvosok és állattenyésztők írnak. Én történész vagyok, de úgy gondolom, hogy történészként tudok újat mondani ebben a témában. A szakdolgozatomra úgy tekintettem, mint első mestermunkámra. Egy esélyt láttam benne a sikeres jövőhöz. A tanáraim aztán annyira jónak találták a szakdolgozatomat, hogy arra ösztönöztek, hogy jelentkezzek doktori képzésre. 10 jelentkező közül választottak ki az egyetlen állami finanszírozású férőhelyre, így felléphettem a második lépcsőfokra.
A kutatástól átszellemülve a könyvek visszarepítettek a régmúltba. Egy olyan világba, ahol a lótenyésztés filozófiai értékrenden alapult. A könyvekből megszerzett tudás és tapasztalat arra ösztönzött, hogy ezt a rengeteg tudást és tapasztalatot át kell adnom az embereknek. Elhatároztam, hogy híd leszek múlt és jelen között. És a régi ügy szolgálatába álltam. Rengeteget írtam, tanulmányokat, cikkeket, cikksorozatokat, és számos előadást tartottam a témában. A kutatás során aztán az adatok alátámasztották, hogy az 1869 és 1914 közti időszak valóban a lótenyésztés aranykora. Nézzünk néhány adatot a korszakra. 1911-ben a magyar korona országainak 2.351.000 lova volt. El tudjuk ezt képzelni? Ez rengeteg ló. Míg az 1800-as évek elején összesen 224 magánménese volt Magyarországnak és Erdélynek együttvéve, addig ez a szám 1903-ban már 423 magánménes volt. Ez az időszak az, amikor az állami méneseinkben kialakított, nemesített lófajtáink világszerte ismertté tették Magyarország nevét. Ez a korszak adta egyik legnagyobb tenyésztőnket, Festet is Taszilót, és az egyik legszerencsésebbet is, Blaskovics Ernőt. Festet is Tasziló vezetése alatt a fenéki ménes 1922-ig több mint 5 millió koronát nyert díjakban. Csak 1905-ben 395 ezer koronát nyertek a lovai díjakban, ami azt jelentette, hogy a korabeli miniszterelnöknek az egy éves fizetése, ami 24 ezer korona volt, tehát annak a 16-szorosát. De mondok egy másik példát. Egy ipari munkásnak az éves fizetése 823 korona volt. Így most már el tudjuk képzelni, hogy ez egy elég jelentős összeg volt. Blaskovics Ernő, amint említettem, ő volt tulajdonképpen az egyik legszerencsésebb tenyésztőnk. Miért? Az ő lova volt a verhetetlen, csodakanca, kincsem, amely ezekben az években futotta diadalútját, 54 futamot nyert meg zsinórban. De ezekben az években versenyzett a derbinyertes kisbér, és a szintén derbinyertes fenék is, és még számos lovunk. Magyarország ebben az időszakban, Európában, a telivértenyésztésben harmadik helyen szerepelt. És 1914-ben egész addigi teljesítményének a tetőpontján állt a magyar lótenyésztés. Felmerülhet bennünk joggal a kérdés, hogy mi állt e sikerek hátterében. A lótenyésztés aranykorának szellemi hátterét Széchenyi István Lovakról című munkája alapozta meg, amelyet én a Lovas Nemzet Bibliájának tartok. Széchenyi István műve egy filozófiai, okfeltáró munka, amelyben a lóágazat vezetői számára stratégiai célokat jelölt ki. Széchenyi István maga írta le a világ című munkájában,
hogy a lovakról célja a magyarság tudat kiterjesztése, az értelemtágítás és a hazafiak egyesítése volt. Jókai Mór szavaival élve, bölcsembernek lóvaló, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló. Ekkor felismertem, hogy a lótenyésztés felvirágoztatásának az ügye mögött egy még nemesebb ügy állt, mégpedig az, hogy mi, magyarok, jobb emberekké váljunk. A lótenyésztés aranykorának vezetőitől sokat tanultam. E vezetők tisztában voltak nem csak az egyéni céljukkal, hanem a társadalmi céljukkal is. Tisztában voltak azzal is, hogy egy kettő együtt tudja sikerre vinni az ágazatot. Mi volt az egyéni cél? Az egyéni cél a nyereségre való törekvés volt, a társadalmi cél pedig az ágazat jobbítása. Tisztában voltak azzal is, hogy éppen ezért először arra van szükség, hogy biztosítsuk az egyén számára a boldogulásra való lehetőséget, aki majd ezután képes lesz tenni ezért a közös ügyért is. E vezetőktől megtanultam, hogy a vezetés felelősséggel és kötelességekkel jár. A vezetők feladata a helyes irány kijelölése. Azt is megtanultam, hogy amit elkezdünk, azt be is kell fejeznünk. Így felléphettem a harmadik lépcsőfokra. A történetem itt nem ér véget, hiszen mindig lesznek újabb és újabb lépcsőfokok, amikre fel kell lépni, amik aztán kihívást jelentenek. De mit üzen az aranykor? Mit üzenhet a ma emberének az aranykor? Az aranykor üzenetét a fejünkkel nem tudjuk megérteni, csak a szívünkkel. Számomra mit üzen az aranykor? Bármi, amit teszünk, annak legyen egy magasabb rendű célja. Egy olyan cél, ami nem rólunk szól, hanem arról, hogy hogyan tegyük jobbá a világot.